Maier Fruzsi a legviccesebb, ő egy színes egyéniség, a komoly helyzetekbe is tud poénkodni, ha esetleg van egy kis feszültség a csapatban, azt is poénnal tudja lezárni, és akkor mindenki nevet a végén. Maier Fruzsi és Fecske Vaja. Mert csak úgy ebből jön belőlük a poén folyton. Szerintem a Minyonok, de közülük is a Chelsea, mert folyamatosan nevet. Tóth Enikő, és azért, mert tetszenek a szarkasztikus megjegyzései. Enikő, és azért, mert nagyon szarkasztikus tud lenni, és elég csak összenéznünk, és már földobja a napomat. Egyértelműen a general managerünk Tibi. 0-24-ben folyamatosan jönnek a kreatív poénjai, és a szituációhoz adottan mindig tud valami vicceset, vagy valami kreatívat mondani. A Zoli, mert mindig viccesen tud hozzáállni a játékosokhoz és a csapathoz is, és hogyha bárkinek mondjuk bármi problémája van, akkor nagyon gyorsan fel tudja húzni a kedvét az embernek. Legviccesebb. Talán a Berni. Nem tudom, mindig ilyen jó poénokat süt el. Szerintem a Maja nevetés a legviccesebb a csapatban, és jót tudunk rajta rögni, meg a Losonci Zsófinak a értelmes kérdései is jók szoktak lenni két edzés között. I think Prue's the funniest on the team. She's always dancing and up to something. I might not always know what she's saying, but she's always making everyone laugh, so I laugh too. I think the funniest player is Prue. Just her energy and her always dancing in the changers hilarious, and just her everything she says always is just hilarious. Prue, because she's always laughing, she's always smiling and dancing, and always makes me laugh.